Gyerekként mondhatom, hogy mindig gyűlölte a testnevelés órákat, imád sütni, no meg enni, főzni természetesen. 105 kiló volt, amikor 18 éves volt. Köszöntöm Önöket, Szabó Farkas Lilla a vendégem, hát nagyon örülök, hogy itt vagy velem. Köszönt a Lekten és köszöntöm a tévénézőket is. Úgy fogalmaztál nekem korábban, hogy megvívtam a saját csatáimat az önsanyargatás és a kudarcba fulladt diétáknak köszönhetően. A keservesen leadott 5-10 kilók sokszor ugye a duplájára jöttek vissza, vagy duplán jöttek vissza, és hogy ez így ment évekig, és hogy valahogy sosem voltál elég elszánt, sokszor elveszítetted a hitedet. Hogyan indultál te így fiatalon, hogyha egy kicsit utazunk együtt az időben, így a sport tekintetében, tesi órák, ugye, ahogy az előbb el is mondtam, nem szeretted. Miért nem szeretted, és milyen problémák voltak itt a súlyfeles kapcsán neked? Igazából világéletemben kicsit dundi gyerek voltam. Tehát amikor ilyen négy, öt, hat éves forma lehettem már, akkor is a játszott éren jó volt a <síns> És hát ez ugye már pici kortól kezdve mindig is ott nyomot hagyott bennem, hogy én nem olyan vagyok, mint a többi, mert én egy kicsit húsosabb vagyok. Ez nagyon sok gátlást, meg falat pakolt nyilván elém. Így hát a testnevelés órák, mikor ugye felkerültünk iskolába, általános iskolába, majd tovább középiskolába, a testnevelés órák alkalmával inkább nem vittem felszerelést, csak hogy ne kelljen átöltözni, mert hát ugye én dundi vagyok. Nyilván akkor még gyerekként nem gondoltam azt, hogy ezzel úgy tudok ellene tenni, hogyha ha sportolok, meg ugye odafigyelek a táplálkozásra, ez nagyon-nagyon-nagyon sokkal később alakult ki. Igazából. Kihat ez a mai életedre? Ez a gyerekkorodban megtapasztalt súlyfelesleg probléma, stb. ez a mai életedre kihat, vagy már hát ez nem? Olyan szinten persze nyilván kihat, de már tudom kontrollálni. Tehát tudom azt, hogy mi az, amikor megszólnak az emberek, mikor egy versenyformában jövök megyek, megszólnak az emberek, hogy úristen, hogy néz ki, meg biztos nem mennék vele el ide, meg oda, meg, mert ilyen is van. Nyilván ezt tudom, hogy ez az irítség részről, másrészt nem mindenkinek egyforma az ideál képe részről nem egész évben úgy nézünk ki, mi testépítők, hogy szákás, kockás teste, meg kilátszó izomzattal rohangálunk. Másrészt meg, amikor ugye tömöttebb a formánk, vagy teltebb, fedettebb a formánk, ugye egyik követi a másikat felkészülések során, akkor meg az, hogy na, nézd meg csak a közösségi médiák oldalára néz ki jól, meg biztos photoshopos, tehát ilyen szinten még mindig ugye visszanyúlok az akkori régi élményekre, mert ugye, a negatív élmény is élmény, de már tudok belőle táplálkozni és építkezni, hogy, hogy már nem olyan szintű az a bántás felé, meg, meg tudom kezelni, hogy azt nem azért mondják az emberek, mert uh, célzottan engem szeretnének bántani, hanem mert magukat nyugtatják azzal, vagy maguknak öröm, szereznek örömet azzal, hogy a másikat bárhogy bármilyen jelzővel illetik. Azt a, azt a nézők közül már sokan tudhatják, hogy sűrűn állsz mostanában, és az elmúlt évben, időszakban a, a dobogókon. <laughs> Mondhatjuk, hogy a legtetején is álltál szerencsére, és ehhez mi nagyon gratulálunk neked. Köszönöm szépen. Azt viszont lehet, hogy kevesebben tudják, hogy milyen utat jártál be addig. Hát igen, öm, nagyon fiatalon lettem anyuka, amit cseppet sem bánok nyilvánvaló. Most már egy Lassan 16 éves nagylánynak az édesanyja vagyok, és hát mivel ö, nagyon fiatal korban ö, lettem állapotos, így a hormonháztartásom még akkor sem volt kifejlődve, amikor én ugye ö, terhes lettem, hát az meg még rontott a helyzeten, Tehát ö, fiatal is voltam, tudatlan is voltam, ö, és úgy gondoltam, hogy kettő helyet kell lenni, meg ami szembe jön velünk, azt mindent meg kell lenni és hát az egyébként sem nátszál alkatomra, nyilván ez nagyon-nagyon nyomot hagyott rajta, ez 105 kilóval mentem szülni. Szóval Gondoltad szerint. volna akkor, vagy esetleg a szülőágyon? Hát nyilván nem, hogy aztán te valaha testépítő leszel. Nem, de egyébként nagyon régóta, tehát hát olyan 14 éves korom óta mindig valahogy álmodoztam arról, hogy egyszer én is vékony leszek, nem is, hogy vékony, hanem izmos. izmos. Nem ez a monumentális, már a szemnek egy női testen elfogadatlan izmos, mm. hanem hogy olyan hogy szép kis tónusos formás, azért talán abba az időben indult el nagyon az egyik fitness királynőnknek a, az élete, akit nagyon követek én is a mai napig. Példaképedő? Ki ő? ő a Rubint Réka. <laughs> ő a Réka. Igazából az első 23 kilómat, azt neki köszönhetem, hogy lefogytam, nem személyes kontakt alkalmával, hanem tényleg a, a motivációi, meg ugye a, az élelmiszerek, mm. ugye, meg a tanácsaik alapján. Az első 23 kilómat azt, azt, általuk, vagy az ő segítségükkel adtam le, anélkül, hogy tehát lett volna személyes kontakt. Csak amit olvasgattam meg, amit ahogy követtem őket, amennyire lehetett még, Akkor, ak, akkoriban nem is volt annyira nagy közösségi, média, vagy közösségi média. Viszont ami érdekesebb, ugye tudjuk azt, hogy 18 évesen ugye életet adtam a kislányomnak, hát ott baromi nagy súlyfelesleg azért rajtam maradt, és hát azt egy 6-7 évig olyan szépen tudtam tartani, hogy el sem hiszem <laughs> <laughs> ezt a, a súlyt, és nagyon sokszor az idő alatt, ez a 6-7 év alatt is, nagyon sokszor ö, próbáltam én lefogyni, meg diétákba kezdeni, meg, meg volt, hogy tényleg éheztettem magamat, és utána nyilván elment pár kiló, de hát ugye amikor táplálékhoz nyúltam, vagy ételhez nyúltam, akkor nyilván az egyből... Egyből visszajött. Hát visszajött, hát egyből raktározott a szervezet, mm -hmm. mert ugye akkor még nem tudtam az egésznek a hatásmechanizmusát, az egész Fiziológiás folyamat lefolyását, hogy hogyan működik a testünk. És e, e, igazából mire eljutottam arra a pontra, hogy itt vége, hogy itt ennek most már tényleg pontot kell tenni a végére, addigra sajnos a, a kislány édesapjával megromlott ugye a kapcsolatom is, ennek köszönhetően is. Uh, min a lányod, ugye nagy lányod, igen. és az ő hatására is változtat te van, egy nagyon van. az életedben. Hát igen, mert ugye minden diétát, mikor elkezdtem, hogy azért szeretnék kinézni, vagy azért szeretnék lefogyni, hogy jól nézzek ki. Mm. És valahogy ez soha nem adott elég erőt ahhoz, hogy, hogy most azért, hogy jól nézzek ki, hát kinek tetszek. És utána ugyan, hogy a kislány felkerült iskolába, óvodából, ő sportagozatos osztályba került, úszott, versenyúszott, pici kora óta. És Milyen érdekes a sors. Igen, igen, de én azt is szerettem volna, hogy azért egy kitörési pontnak legyen ott neki a sport is, mert nagyon-nagyon intelligens, értelmes kislány volt, meg tényleg kitűnő tanuló a mai napig, de szerettem volna, hogy a sport az neki ott legyen az életébe, mert Valahol éreztem, ha még csak nem is volt tudatos, de éreztem azt, hogy ezt tényleg gyerekkorban kell elültetni az emberbe, hogy megszeresse a mozgást, és hogy, hogy ott legyen a mindennapjaiba. És Tehát igazából... nem akartad, hogy a Jászmin mondjuk ugyanabban hmm. essen bele abba így a hibába, van. ha lehet ezt így mondani, így van, és amiben mondjuk az anyuk Így van, és ugye nekem a, a nagy áttörést az, ezt hozta igazából, hogy hát kinek mutassunk példát, ha nem a gyerekünknek, ő, ők belőlünk táplálkoznak, a, tényleg a mi sémánkat követik minden téren, tényleg, akár a társas kapcsolataink, akár a párkapcsolat, akár a probléma megoldás, az étkezési szokás, minden, mindent, és itt sorolhatnánk, mert, mert valahol ők a legjobb radarok, ők a legjobb tükör nekünk, hogy ők azt fogják csinálni, ha nem is tudatosan, tudatalatt is, amit a szüleiktől, illetve a nagyszüleiktől, a közösségtől, amiben nevelkedik. Igen, rosszat, amit jót, holdod. mint a szivacs magukban van. Így van, és így ízat. ő volt az, akinek ezt bizonyítani akartam, és hát elindultam egy hosszú úton. <laughs> Ekkor mondtad azt nekem néhány nappal ezelőtt, hogy számodra a sport az egészséges életmód menedéket is jelent. Tehát, hogy Így nem csak van. a példamutatás játszott szerepet a sport kapcsán az életedben, hanem egy menedék is. Mi Persze. elől menekültél, vagy a mai napig menekülsz-e valami elől? Vagy ez egy pozitív értelembe vett szó is lehet? Nem, én nem úgy értem, hogy valami elől menekülök, Aha. hanem hogyha baj van... Öm... Például most ezt az időszakot is, amit megélünk, ugye ez a nehézkes időszak, ezek a kiútkeresések, nagyon-nagyon sok stresszt le tudunk vezetni a sportban. Mert van egy, egy állandó dolog az életünkben, ami hiába zártak be a termek, hiába próbál most minden úgy összeesküdni, úgymond ellenünk, hogy, hogy egy határvonalat húzni és nem tovább lépni, meg tudjuk találni a sportot, vagy a sportban a, a kiutat, hiszen el tudunk menni futni. Hát, ha csak, csak sétálni megyünk el, azzal is nagyon-nagyon sokat teszünk magunkért, biciklizni, nem kocsiba ülök, hanem biciklire pattanok, vagy nem tudom. Valamelyik uh, délután például a kislány mondta, hogy anya, nem vagyunk is sétálni? Mondom, de átsétálunk a mamához, és ezt kell tudni, hogy oda-vissza, 7 kilométer, és annyira jól esett, és még a férjem is elkísértett. Meg hávasba. ezt a távot tele is szoktad futnien, futni, én úgy emlékszem. Van. Hát ahogy bezártak a termek, ugye nem volt más alternatíva, mint Igen. a szabadban sportolás, és hiába testépítek, nekem sem a hegyekben otthon az összes féle fitnessgép, néhány kézisújzóm, gumiköteleim, lupjaim vannak, de, de nyilván kellett valami kardiobedzés forma is, és hát futottam 56 napon keresztül minden egyes nap 7 kilométert, amit ugye megtűzteltem odafele ö, úton 120 kitöréssel, meg visszafele úton, Tehát <laughs> teljes legyen a ki? Így zártad a 2020-at egyébként? Vagy így, hogyan telt neked végül a a 2020-at, az évvége nagyon pörgősre sikerült, ugyanis ugye októberben ugye meg tudtam, vagy létre tudtam hozni egy másik álmomat, hogy tényleg a saját magam ura tudtam lenni. Egy nagyon szép kis szalont hoztam létre, illetve hát ugye október-novembert végig versenyeztem, és nagyon-nagyon jó eredményeket értem el, nagyon jó helyeken végeztem. Mesélj ezekről egy kicsit. én is voltam meg. dobogós, igaz, uh -huh. hogy csak a, a dobogó második fokáig sikerült uh elérnem. Már, mint már ebben az évben? A 20. A huszas 20. A igen. Októberében, viszont sokkal komolyabb színpadon, egy nemzetközi színpadon, egy sokkal nagyobb volumenű versenyen, mint amiken ezelőtt részt vettem, ugye a 2019-es évben, ahol öt aranyérmet sikerült. <laughs> Elérted már egy, egyébként azt a célt, amit annak idején kitűztél magad elé, vagy azt van még, sokkal. még, még? Azt már már nagyon nagyon megugrottam, már akkor meg ugrottam, amikor az első versenyemen a színpadra fölálltam, és utána hát mindig följebb kerül ez a léc, mindig följebb. Hát nem tudjuk, hogy mit hoz a 2021-es év, nagyon-nagyon pozitívan állunk hozzá, nem tervezünk, inkább úgy mondanám, hogy remélünk Reméltek. most. Én még nem engedtem el az őszi szezont, az Eddőn Bálintő már egy kicsit mondta, hogy azért ne éljen bele magam, mert hát már ahhoz nagyon-nagyon komoly izom munkákat kellene produkálni. Edzek most is, mert hál' Istennek megérkezett a versenyengedélyem, most már tudok a hétfőtől megint konditeremben edzeni, de de hát már egy hónapja kellene. Mit, mit érez egy testépítő, főleg, hogyha nőről van szó? Mert én azt gondolom, bátran mondhatom, hogy talán férfiből több van testépítő a világban, hmm, de igen. én azt gondolom, hogy a nők is egyre jobban zárkoznak föl. Mit érez egy női testépítő a dobogó legfelső csúcsán és a tetején? Kirázott a hideg, nézd meg. Ö, nem lehet szavak, át kell élni. Á, ez ez ö, any, akkora nagy megerősítés meg, megerősítés. meg akkora nagy löketet ad önbizalomba mindenbe, mindenben, hogy Úristen, hogy végigcsináltam úgy, hogy nagyon sokunk testépítő nők gyereket nevelnek, háztartást vezetnek, dolgoznak mellette, és edzenek. Tehát tényleg utolsó helyen van, de mégis, mégis, iszonyatos ö, eredményeket tudunk belő, vagy átala, de, na, ezzel kapcsolatban Igen. produkálni. Úgyhogy nagyon sok testépítő barátnőm van, akik szintén édesanyák, nem egy, nem kettő van, akinek három gyermeke is van, és ők is dobogósak. Tehát nagyon nagy, meg, iszonyatosan sok erőt tudsz belőlem eríteni, hogy tényleg a lehetetlen az nem létezik. Család mit szól? Ez az elejétől fogva támogat. Most támogattak, annál is inkább, mert teljesen megváltozott olyan szempontból a személyiségem, hogy egyébként is egy nyitott személyiség vagyok, de így meg még jobban, hogy sokkal jobban sugárzom, azt mondják ezeket a pozitív energiákat. Nem azt mondom, hogy 0-24-be csak vigyorgok, mert nyilván nem, de sokkal könnyebben megugrok minden akadályt, tehát a testépítés előtt, vagy az aktív sport előtt, amikor felállt egy probléma, én rögtön bezártam és pánikoltam. És utána persze kerestem a megoldást, de az első a pánik volt, meg Úristen, most mi lesz, most azt a mindenit, most ezt, hogy á, nincs, nem És a sport tudom. segítette. Ebben Igen, is és akkor. az, hogy hogy ugye ebben folyamatosan eredményeket, hogyha nem, csak, aki nem versenyszerűen űzi, uh, de folyamatosan, pozitív visszacsatolásokat kap, hogy azt a már nem lóg se, azt a itt se, vékonyabb a derekam, sokkal jobban érzem magam, nagyobb az aktivitásom, a fizikai aktivitásom, a teherbírásom, a, tehát a stressz helyzeteket sokkal jobban tudom kezelni, és... A, a, ezért ad rengeteg plusz a sport. Ezért Esti, van lelki az... felfrissülést tulajdonképpen. ami mentális. nagyon fontos. Aha. Ami nagyon fontos, mert ugye, ha mentálisan nem vagyunk rendben, akkor fizikailag sem leszünk rendben. Milyen mozgásformával kezdtél annak idején, hogyha visszaemlékszel? Oh, oh, oh. ha visszaemlékszek, az első komolyabb mozgásformám az az evezés volt. Ó, oh, itt Fehérváron? Győrben. Nem, vagy Győrben. Győrben, aha. JVSC Vízisport Hogyan Egyesület. Jött ez? Hát ez úgy jött, hogy ahol dolgoztam, egy nagy üzletközpont, ott ugye több ö, üzlet volt, és az egyik üzletből ö, az egyik ö, alkalmazottan nagyon jó barátságban voltunk, és ő kérdezte meg, hogy, hogy Lilla, nem akarsz lejönni sárkányhajózni? Mondom, sárkányhajó? Hát mire gondoltam? Azt hittem itt a levegőben. Azt mondtam meg, hogy dehogy szeretnék, Lati, hát úszni se tudok, nem úgy repülni. <laughs> <laughs> és csak nézett, de, azt mondja, de gyere le, mondja, hogy hova kell menni, mondom, de hát ez egy vízitelep, tehát egy ott kajakosok. Azt mondja, hát persze, hajó. Mondom, úristen, én hát a siklóernyőben Teljesen Jó, hát el. mi nők hajlamosak vagyunk Igen. mi hát Főleg én, aki ez annyi, annyi sportot addig életében, hogy az, az Távol egyenlát, a nullával. Igen. A... igen. És hát ott ö, kezdtem el komolyabban sportolni, ö, sárkányhajózni, kajakozni, ugye ott csöppentem bele a konditerem világába, mert ugye ott nem csak vízi edzések voltak, hanem voltak szárazföldi edzések is, ugye a vízre szállás előtt egy óra átmozgató edzés volt mindig, ott a, a vízitelepnek a konditermébe, és hát ugye onnan kezdődött ez a, vagy az ültette el az uh -huh. első gondolatot igazából a fejembe. Aztán utána ugye úgy hozta a sors, hogy külföldön folytattuk az életünket a családdal, és hát a hegyek között, Tirolban, ott nem volt arra lehetőség, hogy én mm, eveszek. Raftingolni lehetett volna, de az annyira veszélyes volt, hogy egyszer voltam, és mondtam, hogy nem, nem, az nem lesz az én szerelmem. Hát akkor jött a futás, és hát a futás az nagy szerelem volt ez a hegyi futás, napi 12-14 kilométereket tenni, annyit futottam, csak hát ugye a technikáját nem ismertem, mint ahogyan egyik sportnak sem, így hát az izületeim azok nagyon-nagyon bánták a térdem, meg a bokám, volt is egy nagyobb sérülésem, egy ekilles sérülésem, úgyhogy ott azt abba kellett hagyni, és elkezdtem, elmentem az első konditerembe komoly terembe, edzőterembe, ott Tirolba, és hát onnastól kezdve ez a vasak szerelmese lettem. Azt Tehát ott mondani. fogalmazódott meg benned, hogy akkor innentől kezdve valóban nincs kifogás, és valóban akkor nincsen. Igen, mert ugye azt kell tudni, hogy hiába uh, 7 évvel ezelőtt, 7-8 évvel ezelőtt tényleg fogytam egy komolyat, 23 kilót ledobtam, de ahogy abba hagytam azoknak a táplálékoknak a, a fogyasztását, uh -huh. és elkezdtem más dolgokat is bevinni a szervezetembe, az szépen apránként jött vissza, nem olyan gyorsan, mint előtte mondjuk egy diétával, mert uh -huh. ugye minden diéta a kúra szerű, és addig tart, amíg a kúrát csináljuk, tehát a diétát Érthető. csináljuk. Ö, mert ugye már volt mozgásforma, ugye elvesztem mellette, voltak szárazföldi edzések, heti négyszer, ötször azért elmentem, mert ugye nem csak fizikális feltöltődés volt, hanem szellemi is, mert ugye a víznek van egy tisztító hatása, uhum. Egyébként is nem csak mosunk vele, hanem a lelkünket is tisztítja. Kiűz a folyópartra, vagy a tópartra, mennyire fel tudsz frissülni, át tudsz szellemülni. És azért is, im azért is imádtam egyébként lejárni a vizitelepre, ahova lejárt velem a kislányom is. egyébként. Itt már kezd tudatosan azért beépülni az életetekbe, hogy más gyermek is. Persze, persze. persze. Meg hát ugye a ott volt, mert ő ugye úszott, versenyúszott, mm, kilenc. 11 éves koráig, tehát 9 éven keresztül. Úgyhogy visszakanyarodva arra, hogy honnan is indult ez a, ez a nagy sportszerelem, ugye ott Ugye lefogytam ezt a 23 kilót, azért jött vissza egy pár kiló, de volt mozgás az életemben, tehát annyira drasztikusan nem jött vissza, de azt tudni kell, hogy ilyen 85-90 kiló körül mozogtam mindig. Mikor kimentünk Tirolba, és elkezdtem futni, ott azért lejjebb ment, mert ugye nagyon sokat futottam, ott már elértem ezt a 80 78, hát az mm. valami ez nagy motiváló volt. Erő volt. Viszont ugye, hogy lesérültem, akkor ugye újra visszajött mm. ez a 80-85 kilót, azt azért tartottam, és ugye amikor elkezdtem konditerembe járni, akkor már elkezdtem hozzáolvasni úgymond szakirodalmat, mm. táplálkozással kapcsolatban. Tehát ugye sajnos ahány blog, annyi, annyi ötlet, annyi, annyi féle táplálkozás táplálkozási tanács. Igen. Így azért volt Káosz a fejembe, hogy hogyan, melyiket kövessem, hogy mit csináljak. Viszont ugye haza költöztünk ide, székesfehérvára, Magyarországra négy év után, és itt kerestem meg az első szakembert, az első személyedzőt, mert éreztem, hogy, hogy jó, jó, szuper, hogy járok teremben, meg kellene azért odafigyelek. de a segítség? De tehát ehhez is kell egy szakember. Mint ahogy elmegyünk fodrászhoz, szakemberhez megyünk, elviszük az autónkat, szakemberhez visszük. A testünkhez is ugyanúgy. Így van, így van. Hogy megértsük, megtanuljuk, mert azért ugye az életünk végéig, és reméljük azért ö, nagyon sokáig elkísér minket, és hogyha erre az egy dologra nem vigyázunk, akkor nem nincs, nincs, nincs tovább. Lila, Tehát mire vagy kell... a legbüszkébb egyébként az életed során, hogyha a sportra az a nagy lányodra a nagylányomra. Ő nekem egy olyan hatalmas, uh, valamit jól csinálok lenni, úgy érzem. Egyébként uh, nem vagyok uh, nagyképű, vagy hogy, hogy fejezem ki magam. Tehát, uh, Azt gondolom, hogy szülőség egyébként sem lehet nagyképűség, tehát hogyha valaki a gyermekére a legbüszkébb, az egy nyilván, olyan alapvetően csak fontos hogy a, az, dolog. Az, az hogy, hogy uh, azért mondom, hogy valamit jól csinálok, azért merem ezt kijelenteni, mert mert tényleg annyira szorgalmas sportol is, és. Mert ezt, val 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 ezt valamit látja? Valamit jól kell, hogy csináljak mégis, akár anyaként, akár sportolóként, hogyha. Ha mindig a pozitív. Vélhetően az ő számára te vagy a példakép, tehát Igen. az anyukája. És én azt Igen. gondolom, hogy minek után mi ismerjük is egymást, így kamerákon kívül is, ugye veled Lilla. Én azt hiszem, hogy bátran mondhatom, hogy, hogy azért a lányod, a nagy lányod, mert hát ő már azért nem kislány, Igen. alapjáraton büszke lehet az anyukájára. Tehát egy olyan utat jártál be, ami azért a család számára szerintem egy nagyon fontos dolog lehet, nem csak a te számodra. Mi, mi a, milyen célod van a következő hónapokra, évekre? Ugye említetted az őszi szezont, amire nagyon vágytok már, hogy elinduljon. Mi, mi a te célod ebben az évben? Ebben az van, évben? Van-e olyan, amit, hogyha a koronavírus most egy kicsit félre rakjuk? Mi a te Hát célod? én nagyon szeretnék egy profi kártyát. Vagy, is? legalábbis uh, minél közelebb kerülni hozzá. Nekem most már elmerem mondani, hogy álmom, hogy eljussak az olimpiáig, vagy az Arnold klasszikig. Igazából az Arnold egy szívem csücske, annál is inkább, mert gyerekkoromban a Arnold Schwarzeneggernek volt egy filmje, nem egy több, de a Conan a Barbár, azt néztem majdnem minden nap, és én mindig azt mondtam anyukámnak, hogy anya, nekem a akkor nem lesz a férjem. Hát, a férjem nem is, de a versenyére nagyon szeretnék eljutni. Hát én ezekhez az eredményekhez, illetve várva várt eredményekhez kívánok neked nagyon sok sikert, mert azt gondolom, hogy nagyon példaértékű az az út, amit te kitapostál magad előtt, és nem csak magad előtt, hanem a családod és minnyájunk előtt akár. Sok sikert kívánok neked, Köszönöm. és nagyon várunk ide-vissza a következő eredményekkel. Nagyon szívesen. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet, én bízom benne, hogy valóban példaértékű beszélgetést hallhattak az elmúlt közel 25-26 percben, tartsanak velünk legközelebb is. Nagyon vigyázzanak magukra, viszontlátásra!